Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Választás. 5 évre szóló döntést kell meghoznia mindenkinek május 26-án. Fejlesztések Tolnán. 50 millió forintot nyert a város egy pályázaton. Önismeret, személyes márka, brandépítés, karriernapon vehettek részt az egyetemi hallgatók. Repültek a nyugdíjasok, életük nagy élményét élték meg a bonyhádi szépkorúak. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 5 évig minden magyar állampolgár életét meghatározza majd, hogy miként voksol a májusi európai parlamenti választáson, ezt mondta Kiszeli Zoltán politológus egy dombóvári lakossági fórumon. A szakember szerint a migráció okozta nehézségekre, Nyugat-Európában szinte egyetlen állam sem tudott eddig hatékony választ adni. Az Európai Unió politikai erőviszonyait alapjaiban változtathatja meg az idei választás. A Brüsszellel kritikus pártok ugyanis akár a mandátumok egyharmadát is megszerezhetik, ebben az esetben pedig könnyedén tudnák blokkolni a bevándorláspárti többséget. Ezt mondja a politológus. Kiszeli Zoltán emlékeztetett, hogy Nyugat-Európa több nagyvárosában, például Berlinben már szinte a teljes lakosság és a helyi gazdaság is érzi a migráció okozta nehézségeket. Mint mondta, a német fővárosba évente 40 ezrek költöznek be, viszont csak 15 ezer új lakás épül. Emiatt az albérleti és az ingatlan árak már a németek számára is egyre nehezebben megfizethetőek. Azt látjuk, hogy Magyarország a visegrádiak erre adtak egy választ, hogy a saját családainkat kell támogatni, a gyermekvállalást kell támogatni, és nem idegen népességet kell nagy számban beengedni. Erre már 2016-ban népszavazáson is több mint 3,3 millió ember mondott igen, illetve a választásonokon is azt látjuk, nem csak Magyarországon, hogy ez a téma már meghatározó. A politológus szerint egyre többen értik meg, hogy a brüsszeli döntések alapvetően befolyásolják az unió polgárainak mindennapjait, ezért az idei választáson rekordmagas részvételi arány várható. Jobban látják az emberek, az európaiak, hogy a döntés 5 évre szól, és ha rossz irányba megy Brüsszel, akkor 5 évig rossz irányba viszi az egész európai kontinens, az uniót. Ezért magasabb részvétel várható. Magyarországon 28% volt 5 éve a részvétel, most biztos, hogy magasabb lesz, 35 vagy akár 40%. Az Európai Uniós választásokra május 26-án kerül sor. Teljesen megújulnak a járdák Tolna városközpontjában, és korszerűsítik az Apraja falva óvoda fűtését és vízes blokkjait. A város ezen fejlesztésekre mintegy 50 millió forintot nyert a JETA pályázatán. Áll a víz és a sár a járdán kialakult mélyedésekben Tolna belvárosában, de már nem sokáig. A város polgármestere azt mondja, ezen a városrészen is megújulnak a járdák, mint ahogy 2014 óta folyamatosan ezen dolgozik a város vezetése. Az önkormányzat mindenre 30 millió forintot nyert a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázatán. A fejlesztéshez mintegy 3 millió forintos önerővel járul hozzá a település. A Szekszárdi utca, Kossuth Lajos utca útkereszteződéstől egészen a plébániáig, illetve a Széchenyi iskola felső tagozatától a Kossuth Lajos utcában egészen a Deák Ferenc utcai zebráig, tehát ott a társasházak előtt is, és akkor ezzel gyakorlatilag a városközpont járdái teljes mértékben meg fognak újulni. A város ezen kívül folytatja intézményeinek energetikai korszerűsítését is. Ezúttal az Apraja falva óvoda fűtését modernizálják, mintegy 20 millió forintból, amit szintén a JETA pályázatán nyertek el. Most vizes blokkok fognak megújulni, illetve fűtéskorszerűsítés lesz. Néhány éve átálltunk egy aprítékos kazánra, de ezzel azért vannak problémák, úgyhogy most azt gondoltuk, hogy a két már megbízhatatlan gázkazánt fogjuk modernre cserélni. Ezeken a beruházásokon kívül két további topfejlesztés várható a városban. A volt lovarda mellett épül majd fel egy játszóház. Az 1000 négyzetméteres istálló épület hasznosítására nyertek 300 millió forintot. A polgármester azt mondja, már a kivitelezőt is kiválasztották, ám az építőipar drágulása
miatt 70 millió forint hiányzik az önerőhöz. Amennyiben ezt a kormánytól megkapják, szeptemberben megkezdődhetnek a munkálatok. És a Tolna és Faddombori települések közötti kerékpárút építéséről sem mondtak le, tette hozzá a polgármester. A tervek már elkészültek, azok engedélyeztetése zajlik, továbbá itt is elő kell teremtenie Fadnak és Tolnának is a beruházáshoz szükséges önerőt. Önismeret, személyes márka, brandépítés. Ezt a témát járták körül a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar karriernapi rendezvényén. Az intézmény fontosnak tartja, hogy hallgatói számára ne csupán szakmai tudást, de sikeres karrierjükhöz szükséges további információkat is nyújtani tudjon. Modern, digitális világunkban egyre inkább reflektorfénybe kerül a személyes márkaépítés kérdése. Egy erős brand ugyanis hatalmas előnyt jelenthet az egyéni karrier célok elérésében. Egy állás betöltéséhez számos olyan képesség is szükséges, melyekről a tankönyvek nem számolnak be. A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara fontosnak tartja, hogy hallgatói számára ne csupán szakmai tudást, de ilyen a sikeres karrierjükhöz szükséges további információkat is nyújtani tudjon. Ennek érdekében a Pécsi Karrieriroda támogatásával karrierpontot hoztak létre a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. A Pécsi és a Szekszárdi Szervezeti Egység együttműködéséről megállapodást írtak alá a vezetők. Nagyon fontos az, hogy a karrieriroda hálózatosodjon, és azok a kollégák, akik tudnak abban segíteni, hogy a diákok a Pécsi Tudományegyetemről ne csak egy jó minőségű diplomával hagyják el a padokat, hanem tényleg olyan jártasságokra tegyenek szert, olyan készségekre, amelyek a munkaerővilágában majd segíteni fogják az elhelyezkedésüket. Hogyan kommunikáljanak, hogyan tájékozódjanak a munkavilágában, hogyan képviseljék érdekeiket, ha kell, a munkáltató irányába, és így tovább, és így tovább. Ezeket a képességeket, készségeket úgy gondoljuk, hogy olyan tréningeken, workshopokon át tudjuk eljuttatni a hallgatókhoz, amelyeket a karrierpont, a karrierirodával együttműködve tud megvalósítani. Az ünnepélyes aláírás után karriernapon vehettek részt a hallgatók, melyen a karrier tervezés és felépítés legfontosabb dimenziói vetődtek fel. Önismeret, személyes márka, brandépítés. A nap során a szakemberek személyes történeteken keresztül járták körül a témát, hogy segítségükre lehessenek a hallgatóságnak. A magyar béreknél csak a bolgár keresetek alacsonyabbak, ezért bérunióra lenne szükség a Jobbik elnöke szerint. Schneider Tamás ezt Szekszárdon egy sajtótájékoztatón mondta. Az elmúlt 8 évben a magyar lakosság olyan mértékben szegényedett el, hogy az unió tagállamai közül csak Bulgáriát előzzük meg. Ennek az lett a következménye, hogy több százezren vándoroltak ki, miközben egyre több migráns érkezett az országba, ezt mondja a Jobbik elnöke. Schneider Tamás szerint a negatív folyamatok megállításához jelentős béremelésekre lenne szükség itthon. Úgy lehet megakadályozni, hogyha az a béruniós programunk, amit mi az Európai Uniós kampányunknak is az egyik fő célkitűzésévé tettünk, ez minél hamarabb megvalósul. Hiszen ha ez megvalósul, akkor értelemszerűen nem fogják elhagyni hazánkat a magyar emberek, és nem kell, hogy a Fidesz beköltöztessen több 10 vagy akár 100 000 bevándorlót Magyarországra. A Jobbik szerint nem jó irány, hogy a magyar kormány egyre inkább távolodik a korábbi uniós szövetségeseitől. A párt elnöke példaként azt említette, hogy a Fidesz tagságát áprilisban felfüggesztette a néppárt. Nem kell külön talán mondani egy szekszárdiaknak, akik a borászatból élnek nagyon sokan, hogy milyen hatalmas érvágás lenne számunkra, hogyha az Európai Unióból is távozna Magyarország ennek következtében, hiszen a borok még kevésbé lehetnének eladóak, illetve a szőlészetek, borászatok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnének. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ezen a választáson úgy gondolkodnának az emberek, hogy Magyarország bent maradjon az Európai Unióba. Azóta, hogy a Jobbikból kivált a Mi Hazánk mozgalom, a párt nem hallatott magáról Tolna megyében. Az ezzel kapcsolatos kérdésre Schneider Tamás most azt mondta, az elmúlt hónapokban több százan csatlakoztak hozzájuk Szekszárdról és a környékéről. Visszaállítaná a halálbüntetést legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és önálló határőrséget állítana fel a Mi Hazánk. Ezek mellett jelentősen átalakítanák a családtámogatási rendszert, és kiemelten védenék a devizahiteleseket. Ezekről Fülöp Erik, a párt országgyűlési képviselője beszélt Szekszárdon megtartott sajtótájékoztatóján.
2015-ben a Mi Hazánk mozgalom későbbi megalapítója, Torockai László ásotthalom polgármestereként kezdeményezte a déli kerítés felállítását. Az azóta a Mi Hazánk elnökévé választott politikus és pártja sem mondott le a migráció mindennemű elutasításáról. Éppen ezért lenne célszerű önálló határőrséget felállítani, ezt mondta Fülöp Erika párt országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, a Mi Hazánk a rendpártját képviseli, ezért szigorítanák a büntetési tételeket is. Ha két példát szeretnék, vagy mondhatok, akkor egyértelműen a szibériai bérraktartás intézményének a bevezetését tanácsolnánk, másrészt pedig a nagyon súlyos életellenes bűncselekmények esetén, vagy akár a terrorral kapcsolatos bűncselekmények esetén pedig a halálbüntetés visszaállítását támogatná a Mi Hazánk mozgalom. A Mi Hazánk ezek mellett átalakítaná a családtámogatási rendszert is. Erre szerintük azért van szükség, mert főként az ország keleti megyéiben vannak, akik csak azért szülnek, hogy állami támogatáshoz jussanak. Három gyermekig járna alanyi jogon gyakorlatilag a családi pótlék és egyéb családtámogatási juttatásoknak a kifizetése, és három gyermek után pedig egy állandó folyamatos munkaviszonynak a meglétéhez kötné a különféle támogatásoknak a kifizetését, így várhatóan nem lenne a megélhetési gyerekvállalás olyan szintű állandó jellegű a cigányság körében, mint ahogy most tapasztaljuk. Fülöp Erik arról is beszélt, hogy jól halad a Mi Hazánk Tolna megyei toborzó tevékenysége. Mint mondta, hamarosan bemutatják a párt helyi önkormányzati képviselőjelöltjeit is. Készpénzt és táblaszámítógépet lopott el egy kisvejkei házból egy helyi férfi, miután betörte az ingatlan ablakát és bemászott rajta. A ház tulajdonosa, egy holland férfi hamar észrevette, hogy eltűntek az értékei, ezért még aznap értesítette a rendőrséget. A betörőt néhány óra alatt el is fogták, majd kiderült, hogy a tolvajkolában egy kvadot is ellopott. A férfi ellen indított nyomozás most zárult le. A rendőrség lopás miatti vádemelést javasol az ügyészségnek. Repülést kaptak ajándékba a Bonyhádi Idősek Otthonának lakói. Igaz, csak ketten szállhattak fel a felhők közé, de így is nagy volt az izgalom. Azt mondták, életük nagy élményét élhették meg. Karácsony óta várnak erre a pillanatra a Bonyhádi Idősek Otthonának lakói. Az otthon minden esztendőben igyekszik olyan ajándékokkal meglépni a lakókat, melyek a mindennapok egyhangúságát is megtörik. Az élmény ilyen, amiről hetekig lehet beszélgetni majd utána. Teljesen egyszerű a motiváció, igazából az aktivitás megőrzése a cél, tehát hogy a mindennapokat tartalommal töltsük meg, és a mindennapos foglalkoztatás mellett igyekszünk egy-egy olyan programot vagy lehetőséget becsempészni, ami annak ellenére, hogy most jelen esetben kettő lakónak van lehetősége részt venni a programon, többen elkísértek, tehát az élmény az részükről is átélhető. Az alig negyed órás út után a két idős hölgy, Marika néni és Zsuzsa néni nehezen szálltak ki a gépből. De mindketten boldogan mesélték életük egyik nagy kalandját. Láttunk mindent, de néha nehezen tudtuk meg beazonosítani. Igen, hogy most ez falu, vagy ez egy szexárd. Nem tudom kiválasztani a legszebbet, mert minden szép volt, nagyon szép volt, hogy lenéztük a házokat, mondjuk a tó fölött, amikor elmentünk. Nagyon szép volt nekem, mindegyik tetszett nagyon. Kiskelemen Eszter szakmai vezető azt mondja, ezek az alkalmak még az otthonmaradóknak is plusz energiákat hoznak, mert átérzik társaik örömét. Az ilyen alkalmak anyagi hátterét az otthonban működő civil szervezet teremti elő az idősek számára. Nem volt a közbiztonságot veszélyeztető esemény az elmúlt esztendőben Kismányokon, hangzott el a helyi polgárőr egyesület éves beszámolóján. A 11 fővel működő önkéntes közösség munkájának is köszönhető, hogy a kistelepülés lakói biztonságban élhetik mindennapjaikat. A polgárőr autó és a kamerák a település több pontján jelzik, hogy Kismányokon vigyáznak a polgárok vagyonára és testi épségére. Az elmúlt évek bűnügyi statisztikáiban nincs is mit feltüntetni. A polgárőrség a rendőrséggel kalörtve megteremti a biztonságot, fogalmazott Simon László polgármester. Igyekszünk a felderítésekben részt venni,
konkrét bűneset most már évek óta kismányokon nem fordult elő, olyan, amit esetleg ugye ismeretlenesként keresni kellene, sőt, kiemelkedő bűncselekményünk sem volt. Ez egyrészt köszönhető, én azt gondolom, a járőrözésnek, a megelőző tevékenységnek, másrészt pedig ugye 3 évvel ezelőtt sikerült ugye 2 kamerát felszerelnünk, VBS rendszerrel működő térfigyelő kamerát, illetve az elmúlt évben egy gépjárműgy rendszámfelismerő rendszert is üzemeltetünk. Azt gondolom, ez nagyban hozzájárul az élő erőn kívül a közrend közbiztonság fenntartásához. A polgárőrséget azért hozták létre országosan, hogy segítse a kisebb falvakban a közrend közbiztonság fenntartását. Kismányokon 11 polgárőr közel 1500 órányi szolgálatával teljesíti az elvártakat. Az egyesület tagjai számára az idei esztendőben 2 fontos esemény lebonyolításában kell szerepet vállalniuk. Az egyik a hónap végén az Európai Uniós, szeptemberben pedig a helyhatósági választások. A kismányoki polgárőrök évente alig 400 000 forintból teljesítik önkéntes szolgálatukat. Regionális híreinkkel megyünk tovább. 40 hektárral több terület, 800 millióból bővítik tovább a Mohácsi Ipari Parkot. Közérdekű munka és jóvátétel Pécsen. Elítéltek is szépítik a Baranyai megyeszékhelyt. Japán óvónő Kaposváron. A magyar oktatással ismerkedtek az ázsiai vendégek. Hektárral bővítik a Mohácsi Ipari Parkot. A beruházás összköltsége 800 millió forint. Ebből az összegből a közművek kiépítése mellett buszmegállót is terveznek. Így a helyi járatú autóbuszok is közlekedhetnek a parkon belül. Az iparterület növelésével további cégek bejövetelét szeretné elérni az önkormányzat, ezzel új munkahelyeket teremtve. Tovább bővül Mohácson az ipari park. Az új zöldmezős iparterület kialakítása című projekt keretében összesen 800 millió forint értékben zajlanak a munkálatok. A projektet a helyszínen Szekó József polgármester ismertette kedden. Mint elmondta, 743 millió forint az építési beruházás költsége. Azon belül 103 millió az energia ellátás költsége, körülbelül fele-fele arányban a villamos és a gázenergia oszlik meg a 103 millió forinton belül, ezek bruttó költségek, és 640 millió forint a többi mélyépítési beruházás, illetve a közvilágítás kiépítése. Emellett egy buszmegállót is kialakítanak majd. A tervek szerint a helyi járató autóbuszok az ipari parkban is fognak közlekedni. Jelenleg 180 hektárnyi iparterülettel rendelkezik az önkormányzat, ebből azonban már csak 8 maradt, ezért most 40 hektárral bővítik a parkot. Ha számba veszem azt, hogy milyen a munkaerőpiaci helyzet, mennyi a szabad munkaerő Mohácson, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a 40 hektáros fejlesztéssel 1-2 évtizedre biztosan megoldjuk Mohács ilyen irányú igényét, szükségletét. Az ipari parkot még 1999-ben hozták létre, azóta különböző cégek működnek a területen. Összesen több mint 2000 mohácsinak adnak munkát. A remények szerint ez a szám a jövőben tovább nőhet, tette hozzá a polgármester. A búza az élet alapja, amit a gazdák a II. Világháború előtt mindig meg is ünnepeltek. A világháború után azonban egészen a rendszerváltásig tilos volt tartani ezt az egyházi szokást. 1991-ben újra élett a hagyomány. Most 29. alkalommal rendezték meg az országos búzaszentelést, ezúttal Balatonszárszón. Kérjük Isten áldását vetéseinkre, a jó termésért imádkozzunk, és a búzaszálakat és itt a templomon keresztül földjeinket áldja meg az Úr. Tegyük el majd emlékeztetőül ezeket a sarjadó vetéseket a imakönyvünkbe, és emlékezzünk meg arról, hogy Isten segítségét kérjük a mindennapjainkhoz. A búza szentelése a II. Világháború előtt nagy hagyománnyal bírt az országban. A világháborút követően azonban egészen 1991-ig tiltott dolog volt Isten áldását kérni a fejlődő vetésre. Az ünnep felelevenítése nem csak a hívőknek, a gazdáknak is fontos.
Ilyenkor nem csak a búzát szentelik meg, hanem megszentelik a mezőt, és meg a mezőben dolgozó embereket is, imádkozva azért, hogy azt a termést, ami most mutatkozik, azt a Jóisten óvja meg a betakarításig. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ünnep, egy nagyon fontos ünnepkör része, és nagy öröm számunkra, hogy újra ünnep lett. Az idei 29. országos búzaszentelést Balatonszárszón tartották, azon a tóparti településen, ahol több száz hektáron termelik a mindennapi kenyeret adó gabonát. Szárszó, tudjuk arról híres, hogy a hagyományokat rendkívüli módon szeretjük és ápoljuk, és ezért is egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Szárszón került sor erre az országos rendezvényre. Hetek, hónapok óta készülünk erre a rendkívüli eseményre. Az ünnepi szentmisét követően az egybegyűltek kisétáltak a település közelében lévő búzamezőhöz, ahol Isten áldását kérték a termésre és a gazdákra egyaránt. Évente 20-30 ezer munkaórányi feladatot végeznek el Pécsett a belvárosban közérdekű munkakeretében azok, akiket erre ítélt a bíróság, vagy szabálysértési pénzbüntetésüket e módon kívánják kiváltani. A részletekről Pécs polgármestere, a feladatokat koordináló Gerillard Egyesület vezetője, a kormányhivatal igazságügyi szakterületének vezetője és a városüzemeltetési cég első embere beszélt sajtótájékoztatón. Graffiti a falon, az utcajton, ezen a korábbi felvételen. Gyakori probléma ez Pécsett. Ezért a Gerilla Art Egyesület közérdekű munkára ítéltekkel tüntette el az egyik akciójában a falfirkákat. Ilyen és ehhez hasonló feladatot látnak el azok az elítéltek, akiket közérdekű munkára ítélt a bíróság. A munkának a jelentős része pedig itt a belvárosban olyan helyeken történik, ahol egyébként nem tudnánk ezt a munkát elvégezni. Ezek különböző közterületek, a városfal, a várfal szépítése, a várfal mögötti területeknek a karbantartása, a belső városi udvaroknak a karbantartása, amik önkormányzati tulajdonban vannak, ezeknek a dolgait intézik, tehát egy nagyon sikeres munkáról van szó. Évente mintegy 30 ezer munkaórát dolgoznak így. 8 éve foglalkoztat közérdekű munkára ítélteket a Gerilla Art Egyesület. Szerettünk volna átvállalni egy nagyobb szeletét ennek a városi városkarbantartásnak, üzemeltetésnek, és ekkor sikerült egy olyan kísérleti projektbe belefognunk, hogy megnéztük, hogy egy évig a tavalyi évben hogyan tudjuk ellátni azt a gyomtalanítást és ilyen különböző szegélyezési munkákat, ami a történelmi belvárost érinti. Ez jól sikerült, ezért ebben az évben is kötöttek szerződést a Biocommal a városüzemeltetési munkák segítésére. Évente mintegy 250-300 közérdekű munkára ítéltet foglalkoztat az Egyesület Pécsen, tájékoztattak kedden. Játékosan ismerkednek a számok világával a gyerekek a kaposvári Kinizsi telepi tagiskola első osztályában. A változatos feladatokat japán pedagógusok is figyelték, akik számára több érdekességet is tartogatott a tanóra. A játékossággal a cél, hogy a gyerekek megszeressék a tantárgyat és sikerélményekhez jussanak. 15 meg 4. A japán pedagógusokat is bevonták a játékba a kaposvári Kinizsi lakótelepi tagiskolában. Az első osztályosok tanúráján azonban leginkább szemlélőként figyeltek a külföldi vendégek. Számomra a legérdekesebb a mai matematikai órán a sok játék, játékos feladat volt. Nem csak matematika tanítás, hanem anyanyelvi fejlesztés is történt. Ez a komplexitás tetszett, mondta az egyik japán vendég. Ezúttal is óvoda pedagógusok érkeztek a Kinizsi iskolába, hogy többek között az óvoda és az iskola közötti átmenetet, valamint az iskolai nevelést megismerjék hazánkban. Az ázsiai országban az óvoda és a bölcsöde egy intézményt képez, ahová nullától 5-6 éves korig járnak a gyerekek, s legtöbbször már az iskola előtt megkezdődik a matematika alapjainak megismertetése. 8 meg 7. 15. Hát az első találat a 15. Számításokkal keresték meg a képzeletbeli lottószámokat a játékban a gyerekek, akiknek megvan a kedvencük is a matematika órán. Számolni, meg tanulni a
összegekről, kivonásról. A rengeteg játékkal, a szociális attitűdök fejlesztésével sok mindent el lehet érni a gyerekeknél, vallja Gelencsér Zsolt, a tagintézmény vezetője. A mi gyerekeink azt látom, hogy nagyon szeretik a matematikát. Ez köszönhető leginkább annak, hogy rengeteg játékos feladatot oldunk meg, és az a módszer, amivel ezt a matekórát tartottam, ez a komplex instrukciós program, ravaja az tulajdonképpen, tehát sok elemből állt ez a KIP módszer, én ezt elvégeztem, és ez pontosan arra jó ez a módszer, hogy a státusz különbségeket valamilyen szinten áthidalja, és azt egyensúlyban tartsa, úgyhogy ez a sok játék az emiatt volt. A változatos feladatok, játékok segítségével pedig minden gyermeknek lehet sikerélménye. Ez is a cél, hiszen így jobban megszerettethető a matematika is, vallják a pedagógusok. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Választás. 5 évre szóló döntést kell meghoznia mindenkinek május 26-án. Fejlesztések Tolnán. 50 millió forintot nyert a város egy pályázaton. Önismeret, személyes márka, brandépítés. Karriernapon vehettek részt az egyetemi hallgatók. Repültek a nyugdíjasok. Életük nagy élményét élték meg a bonyhádi szépkorúak. Tolna megyében csütörtökre ismét egy ciklon alakítja időjárásunkat, és okoz kellemetlen, hűvös, csapadékos időjárást. Egész nap borult lesz az ég, és megyeszerte számítani kell esőre. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Éjszaka fokozatosan gyengül, megszűnik a csapadék, és nyugat felől csökken a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!